A soron lévő második jótékonysági futóversenyt az idén először szervezte meg Goran Wendlener atléta és az Apatini Atléta Klub. Tisztasági és édességcsomagokkal érkeztek a futni vágyók. A részvételi díjból begyűjtött pénzt a biztonságos házban tartózkodó gyermekeknek adományozzák. Ők egy asztali focit szerettek volna az összegyűjtött tisztasági és az édességcsomagok, valamint a ruházati cikkek mellett, így ezt veszünk majd nekik. A gyermekek versenye mellett egy 4,5 kilométeres és egy 11 kilométeres táv közül választhattak a résztvevők. A 11 kilométeres távra már csak a tapasztaltabbak mertek elindulni. Együtt szoktunk menni, általában úgy nézzük a versenyeket, úgy állítjuk össze versenynaptárt, az ő is ott legyen mindig velem, mert ő is szeret futni, együtt is edzünk hetente. Jó, ő 3-4 napot, én majd minden nap. Ma 4-es felett futottam, egy kicsit kifáradtam. Tobolka Tarján Albin, a 3 gyermekes családanya is a 11 kilométeres távot választotta. Szerintem nagyon szép időnk volt, nagyon jó szervezésben volt részünk, és hát én is relatív könnyen futottam. Jól esett a mai nap, gondolom, hogy a többiek is élvezték. A versenyen kollégánk, a Vajdasági Televízió sportújságírója is részt vett. A verseny jótékonysági jellege miatt vettem részt rajta, meg személyesen ismerem a szervezőt is. Szerintem a gyermekeknek sokat jelent majd a segély. Egyébként rendszeresen futok, így nem okozott gondot a 11 kilométeres táv. Az első, második és harmadik helyezetteknek a díjakat Tanya Stojanovski és Nenad Pagoni sportolók adták át.